Matilda vagyok, és egy újabb Percy Jackson epizód kibeszélő rész következik. Ez már a 6. rész volt, ami a Zebra in Vegasban címet viselte, és az első dolog, amit mindenki mondott a rész kapcsán, hogy nem is volt benne zebra. Ugye ez volt a Lotus Casino-ra fókuszáló rész, és itt is voltak elég nagy változtatások, úgyhogy ugorjunk is bele! Az első, amit elmondanék, találtam egy nagyon-nagyon jó TikTok videót így ma, ami szerintem nagyon jól elmagyarázza, hogy egyébként miért nincsenek problémák alapvetően a változtatásokkal, és hogy mindegy, tök jól elmagyarázza az a csaj, nagyon, én nagyon szeretem, amikor ő így belemegy és beszél dolgokról, mert nagyon értelmesen és nagyon jól el tudja magyarázni helyzetet, a perspektívát ad, nagyon jó perspektívát ad, annyi, hogy nyilván hát ez angolul volt ez a videó, úgyhogy ha valaki nem tud angolul, akkor annyira nem lehet neki talán érdekes, de belinkelem majd ezt a videót a leírásba, mert szerintem tök érdekes, hogy így összefoglalja, hogy a változtatások, amik történtek, egyébként miért értelmesek mégiscsak, annak ellenére, hogy az ilyen nagyon hardcore könyves emberek még mind nagyon verik az asztalt, úgyhogy most már le fogok szokni egyébként a kommentolvasásról, mert nem tesz jót a kis happy szívemnek, mert én amúgy nagyon élvezem a sorozatot továbbra is, és valahol egyébként értelmesnek találom a változtatásokat a könyvhez képest. Tehát például megint az, hogy Annabeth egyből tudta, hogy a Lotus Casino egy csapda, ami pont ebben a videóban is volt, hogy egyébként egy csomószor a könyvekben annyira ilyen fájdalmasan egyértelmű, hogy minden csapda, meg hogy mi kihez tartozik, szóval tök értelmes, hogy Athéné gyereke, aki ilyen nagyon okos, és tényleg Annabeth ilyen top okos gyereknek kategorizálják a könyvekben, egyből tudja, hogy ja, ez szívás lesz, szóval vannak ilyenek. Az autóban nem töltenek egyébként sok időt, viszont ott végre fölhívják Luke-ot az Iris üzenettel, ugye itt nem automosóban, úristen változtatás, hanem egy ilyen, nem tudom, kristállyal csinálják. Az nagyon baj. Annyira poén volt, hogy így Luke megkérdezte tőlük, hogy Annabeth-től és Percy-től, hogy amúgy ti mikor lettetek egy idős öreg pár, tehát, hogy így úgy veszekedtek, és imádom, tehát így annyira jó pillanatok vannak ebben a sorozatban. És utána megérkeznek a Lotus Casino-hoz, amit én nagyon szeretek, hogy csinál a sorozat, hogy már most megalapozza azt, hogy Grover egyébként mennyire szeretne Pán után kutatni, ami ugye a későbbi könyvekben egyre jobban bejön, de szerintem az elsőben ennyire nem fektettek rá hangsúlyt, és én tök örülök, hogy Grover karaktere is kap egy sokkal fókuszáltabb megközelítést, mint hogy csak ez a mekegő kecske fiú, aki mindig fél, mert azért valljuk be, az első könyvben elég sokszor ez volt a szerepe, szóval én örülök, hogy megváltoztatták kicsit, és tényleg olyan szemszögből közelítik meg, és mutatják be a karakterét, amilyen a későbbi könyvekben is lesz. Ami szintén, nem fogom elmondani, mi változtatás. Ja igen, spoilerek, tényleg spoilerek ebben a videóban továbbra is várhatóak, akár későbbi könyvekre nézve is, majd megint megpróbálom a fejem fölé kiírni, hogy melyik könyvekről beszélek a végén. Ezt előre nem tudom definiálni sajnos. Ebben a részben benne van Hermész, mint Lin-Manuel Miranda, és őszintén én nagyon szeretem Lin-Manuel Mirandát a Hamilton musicalben és a munkásságát, szerintem tök jó zenéket ír. Annyira, mint Hermész, kicsit offos volt nekem, de igen, nem tudom, kicsit furcsa. Az a baj, hogy ránézek Lin-Manuel Mirandára és Alexander Hamiltont látom, szóval igen, ez így kicsit furcsán jön ki. És alapból a kaszinóban egyből tudják ugye itt, hogy nem szabad semmit tenni, meg ilyenek, mert akkor elfelejtenek dolgokat, és nem fognak fókuszálni a küldetésre. Szóval amúgy nekem ez tök tetszett, hogy így innen közelítették meg, mert ugye alapból a filmekben ugye ettek a lótuszos sütiből, itt meg nem ettek, mert amúgy a könyvben sem annál azért ragadtak benne, mert ettek, tehát hogy nem attól függött a dolog. Itt is arra hozták ki, hogy a levegőbe van belepumpálva ez az akármi, amitől benragadnak és elkezdenek felejteni. És nagyon tetszett, hogy úgy hozták ki, hogy Grover egyedül ment, és hogy ő ezért előtt sokkal gyorsabban elkezdte felejteni a dolgokat, és bent ragadt volna. Viszont Annabeth meg Percy együtt mentek, ugye, hogy Percy ne vesszen el, mert hogy ő nem látta még Hermészt, ugye? És akkor így Annabeth-szel ment, hogy fölismerjék.
És nekem nagyon tetszett, hogy arra hozták ki, hogy ők azért nem felejtették el a küldetést, és a fókuszt azért nem vesztették el, mert ketten voltak. És ez a ráadás a könyvhöz képest nekem nagyon tetszett. Igen, a Hermészes beszélgetés kicsit azért ilyen meh volt számomra, tehát nem mondom, hogy el voltam ájulva a résztől magától. Igazság szerint ezen a ponton gyakorlatilag csak ilyen egy-egy fejezeteket dolgoznak fel, csak fel a részek. Az első pár rész volt olyan, hogy több fejezetet foglaltak magukba, ezek meg már tényleg csak egy-egy fejezetet foglalnak magukba, úgyhogy így annyira nem tudják széthúzni se őket. A jelenet, amikor Percy kivezeti a taxit a garázsból, az csodálatos volt. Kicsit én sose ütköztem neki kocsival semminek, de hogy körülbelül olyan páni félelemmel vezettem, amikor elkezdtem vezetni én is, mint ahogy Percy vezetett, és nagyon tudtam hozzá azonosulni, és nagyon imádom, hogy mindenki mondja, hogy sikerült neki kikanyarodni a mélygarázsból, és aztán azért mennek ki a falnak, mert túlságosan elfoglalta az, hogy Annabeth-t nézze. Tehát Annabeth és Percy kapcsolatát olyan gyönyörűen építi fel ez a sorozat, hogy valami hihetetlen. Nagyon-nagyon szerettem. Ami a rész végét illeti, szintén változtatások, de itt is el fogom mondani, hogy nem fogom elítélni a változtatásokat addig a pontig, amíg tényleg be nem bizonyosodik, hogy értelmetlen volt, mert még van két részünk az évadból. Ugyanis úgy ér véget a rész, hogy odaérnek Santa Monicába, ahol ugye na most ezt nem fogom konfirmálni, hogy hol kapja meg pontosan Percy a gyöngyöket, de itt kapja meg Percy a gyöngyöket, amivel ugye alapból ki tudnak jutni az alvilágból. Első változtatás, 4 darab gyöngyöt kapnak. Ami nyilván a 4. Szelinek van, és amúgy maga a jelenet nekem tetszett, ahogy fel volt építve, de nyilván az, hogy 4 gyöngy van, felvet kérdéseket, hogy hogyan fogják alakítani a következő epizódot, viszont mivel a proféciát használták ebben a sorozatban, szerintem valamilyen úton, módon azt a 4. gyöngyöt vagy el fogják hagyni, vagy nem fogják tudni felhasználni. Tehát ott tutira lesz valami, mert az, hogy nem hiszem, hogy azt megváltoztatnák, hogy Szelit nem tudják felhozni, viszont abból a szempontból tetszik, hogy Poseidon nem egy ilyen tök idióta, mert elvileg ugye Szelit tökre szerette a könyvek alapján, tehát hogy van is valamilyen mondata, hogy királynői bánást, módot érdemel, valami volt ilyen a könyvekben. Mindegy, tehát hogy gondolt rá is, hogy a fia egyébként amúgy ki akarja hozni az anyját, tehát hogy adott egy 4. gyöngyöt, ami szerintem egy tök értelmes változtatás alapból, de hogy a sztorihoz képest, ahogy alakulnia kéne, nem tudom, hogy mi lesz vele. Meglátjuk. A másik, amivel még szintén nem tudom, hogy hogy érzek, az az, hogy a könyvben addig voltak a Lotus Casinóban, ugye így is, hogy tudták, hogy csapda, hogy elmúlt a napi egyenlőség. Tehát gyakorlatilag elbukták a küldetést, ez lett kimondva a rész végén. És ugye a könyvben meg úgy van, hogy pont odaérnek a napi egyenlőség végére a villámmal Zeushoz. Szóval ezek azok a változtatások, amiktől tényleg azt mondom, hogy egyelőre nincs így ilyen, hogy úristen basszus, pont ezt milyen hülyén csinálták meg, tehát nem ezt mondom, meglátjuk, hogy hova fogunk ezzel jutni, és hogyan, tehát hogy ez hogyan viszik tovább ezt a dolgot, nem tudom. Ami egyébként még Hermészt illeti, egyébként látom az értelmét annak, hogy őt egyébként miért hozták be már most a sorozatba, ugyanis most ezt nem tudom tutira 100%-osra mondani, mert nyilván már azért én többször olvastam a könyveket, és nem biztos, hogy meg tudom pontosan mondani, melyikben mi az az info, amit már tudunk, és még nem tudunk. De több helyen láttam, hogy mondták, hogy ugye Luke anyjáról az első könyvben úgy igazándiból nincsen szó, csak arról, hogy egyébként nem bírja az apját. És ebből a szempontból szerintem tök jó az a dolog, hogy behozták Hermészt és Luke, ez a Hermész és Luke kapcsolatát, ami egy nagyon meghatározó pontja azért a fő sztori vonalnak, úgyhogy én ennek ilyen szempontból örülök, mondom, Lin-Manuel Mirandát kicsit furcsa volt Hermészként látni, nem tudom,
hogy érzek ezzel kapcsolatban továbbra is. De hogy amúgy nem, tehát így, ezt nem mondanám egy rossz pontjának, kifejezetten rossz pontjának a sorozatnak. Ami azt illeti, a következő rész az nyilván az alvilágba mennek rész lesz, és hát vagy azzal fog véget érni a rész, hogy az árész harcot bevezetik, hogy az lesz, mert nem hiszem, hogy az még bele fog férni. Nagyon remélem, hogy ez egy hosszabb harcjelenet lesz, mert az viszont tény, hogy a harcjeleneteket nagyon röviden oldották meg, de az is tény, hogy a legtöbb harcjelenet a könyvben is rövid volt, azért ezt valljuk be. Az árészósnak azért hosszabbnak kéne szerintem lennie. Viszont egy dolog, amit láttam a trailerben, az az, hogy benne lesz az az ágyas hely. Amit én tök azt hittem, hogy ki fognak hagyni, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ezt így hogyan integrálják bele a sztoriba végül. Mondom, voltak itt is elég nagy változtatások, továbbra is azon az állásponton vagyok, hogy még két rész hátra van az évadból, úgyhogy még bármikor láthatjuk, hogy ezeknek a változtatásoknak hol lesz úgymond értelme, illetve valahol próbálnak szerintem arra is alapozni, hogy lesz második évad és folytatás, illetve van azért értelme a változtatásoknak, tehát és eleve annak is van értelme, hogy behoznak dolgokat, ami amúgy a későbbi könyvekben, vagy filmek, vagy mi a sorozatban lesz releváns információ, most még csak így elhintik, hogy amúgy erről is későbbiekben szó lesz. Úgyhogy én nagyon várom továbbra is ezt az utolsó két részt. Ezek azt hiszem picivel, nem sokkal, picivel hosszabbak is lesznek. Továbbra is nagyon szeretem, tehát, hogy én engem minden egyes héten olyan hihetetlen boldogsággal tölt el, amikor benyomjuk Disney Plus-on megnézni ezt a 35-40 perces kis epizódot, ami van, hogy hihetetlen, szóval én nagyon élvezem. Kicsit el kell tudni vonatkoztatni a könyvektől, még úgy is, hogy könyvhű adaptációt ígértek, azért az a könyvhű nem feltétlenül jelenti tényleg a 100%-os adaptálást, de tényleg ott van az a videó, amit mondtam a videó elején, ez a TikTokos videó, az szerintem nagyon jól elmagyarázza egyébként, hogy mi a helyzet. Nekem nagyon tetszett a megközelítés is egyébként, és én ugyanazon az állásponton is vagyok, mint az a csaj, aki ezt a videót csinálta, úgyhogy azt tudom ajánlani, hogy nézzétek meg, benne lesz a leírásban. És hát már csak kettő rész van hátra. Ami szomorú, de én nagyon remélem, hogy teljesít annyira jól ez a sorozat, hogy kapunk újabb évadot. Így. Nem érdekel, ha valakinek nem tetszik, mármint nyilván jogod van a véleményedhez, de én akarok ebből a második évadot, még ha csinálnak változtatásokat, akkor is, szóval én ebből nagyon szeretnék folytatást. Sok folytatást ráadásul, mert egyébként Walker Scobell, mint Percy, csodálatos. Annyira jó az a gyerek, annyira jó színész, hogy hihetetlen. Oké. Ezt most nem akarom túlhúzni, ezt az epizódot. Nagyjából így ezek voltak a dolgok, meg a gondolataim ennek kapcsán, úgyhogy várom, hogyan tovább. Kommentben pedig írjátok meg, hogy ti mit gondoltatok erről a részről. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!